jólét és nem romlás. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. vers. Reggeli kávézás Istennel. Milyen jó lenne, ha egy reggel Istennel kávézhatnék, és beszélgetésünk során megkérdezhetném, hogy mi a terve velem. Mit tartogat számomra? Melyek az útszakaszok, amelyek még ha nehézségek árán is, de áldássá válnak majd az életemben? De mivel ez nem igazán lehetséges, megmarad Isten igéjének a tanulmányozása, a szeretet gyakorlása és még rengeteg csodálatos lehetőség. Ma reggel szeretnélek bátorítani, hogy bátran bízz továbbra is Istenben, mert egyedi terve van veled is. Ha olykor előfordul, hogy nem igazán egyezik a mi elképzelésünk az ő akaratával, s ha olykor félünk is az ismeretlentől, Isten már tökéletesen eltervezett mindent. Ismerős a történet, amikor Izrael népe a pusztában maradt élelem nélkül. Azonban Isten kellőképpen gondoskodott róluk. Minden nap annyit gyűjthettek, ami elegendő volt, ám ha több maradt meg, az másnapra megromlott. Mire volt ez jó? Véleményem szerint arra, hogy ha félnek is, és emberileg az életben maradás a kulcsfontosságú kérdés, mégis merjenek tovább bízni, mert Isten gondot fog viselni róluk, ha kell, hosszú éveken keresztül. Lehet, hogy még te sem tudod a jövődet elképzelni, de ha már Isten szerepel benne az elegendő, hisz ő mindig a javunkat akarja. További megerősítő, bátorító gondolatokért látogass el a www.vanerőm.com weboldalra.